A kistérségi koordinációs hálózat működtetésének célja az Európai Unió által az Új Magyarország fejlesztési terv keretében Magyarországnak juttatott, valamint a hazai költségvetésből származó területfejlesztési források hasznosításának elősegítése, valamint a hátrányos helyzetű kistérségek felzárkóztatásának felgyorsítása. Megvitatjuk, hogy a koordinátorok tevékenysége hogyan alakul a kistérségekben, és különösen szívesen jöttünk a sátorújhelyi kistérségben be, hiszen Sátorújhelyre, hisz itt nagyon sok projekt, sikeres projekt zajlott le, amikről szívesen hallok, és tulajdonképpen a további teendőket szeretnénk megbeszélni, hogyan tudjuk még a pályázókat a kistérségekben segíteni. A Sátorújhelyi kistérségben lezajlott fejlesztésekről Szamosvölgyi Péter tájékoztatta a kistérségi koordinátorokat. Az újhelyi kistérség az aktívak közé tartozik, és nagyon sikeres projektek zajlanak. Örömmel tölt el minket ugye a magashegyi projekt, a belváros projekt, hiszen ezek a munkahelyteremtés, a gazdaság felendüléshez is hozzájárulhatnak, ami ebben a térségben kifejezetten fontos. A kistérségi koordinációs hálózat további feladata, hogy a megfelelő konstrukció kiválasztásától a pályázat előkészítésén és megvalósításához kapcsolódó adminisztrációs feladatokon keresztül az elszámolásig személyre szabott szaktanáccsal segítsen, hogy egy-egy ötletből a kistérség javát szolgáló sikeres program vagy beruházás szülessen. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, illetve a Norda honlapján az aktuális információk általában elérhetők, de annyi új információ kerül föl, hogy a pályázók sokszor ebben ugye esetleg tanástalanok, vagy nem találnak meg mindent, vagy nem időben tudnak az egyes információkról, és mi ezt igyekszünk minél hamarabb, minél gyorsabban, elsősorban e-mailes, illetve személyes megbeszélések formájában eljuttatni. Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség kistérségi koordinációs hálózatának koordinátorai az ügyfélszolgálati pontokon keresztül első kézben nyújtanak hasznos információkat az aktuális és folyamatosan megnyíló hazai és Európai Uniós forrású pályázati lehetőségekről.